Steam on. Okay, start message. Ez lehet egy lehetséges jövő a kétoldali bénulással élők számára. Az elektromos stimuláció segít a gerincvelő sérülteknek, hogy ismét irányítsák a lábizmaikat és újrajárhassanak. Ebben a lozanni kórházban 7 beteget vontak be a Stimo nevű kísérletbe. A páciensek között olyan is akad, aki a program révén már úgy is képes járni, hogy elmarad az izmait érő elektromos stimuláció. That feeling is great. Remek érzés újra járni itt bent, csak így bejönni, mondta egyikük. Come in like this. A kutatás vezetője szerint eljárásuk legfőbb újítása, hogy a pontosan időzített elektromos stimuláció hasznosabbnak bizonyul, mint az állandó. Az, hogy megpróbálja használni az izmait, magyarázza, és hogy az elektromos stimulációval a gerincvelő ugyanazon részére hatunk, ez az együttes hatás munkára bírja a megfelelő idegeket. A gerincvelő sérülései az agy és az izmok kapcsolatában okoznak zavarokat, akár teljes bénulást is. Az eddigi amerikai kutatások révén a páciensek segítséggel meg tudtak tenni néhány lépést, de eközben folyamatos elektromos stimuláció érte őket. A mostani felfedezés a világon először tette lehetővé, hogy a betegek stimuláció közbeiktatása nélkül is képesek legyenek járni. Folyamatosan olyan érzésem van, mintha sárban gyalogolnék, mondta ez a páciens. Majd a kérdésre, hogy szerinte képes lesz-e újra járni, azt felelte, találkozunk 3 év múlva. A sérült gerincvelő is képes továbbítani az agy utasításait, de azok túl gyengék lehetnek, hogy mozgásra bírják az izmokat. A Stimo program azt bizonyítja, hogy ez a kapcsolat fejleszthető. Allez, on continue. Tac.